Jó estét kívánok, később a hölgyeknek. Nem volt kívánok. Zabecki Tibor vagyok, az MSZP párbeszéd által támogatott és a DK Szolidaritás Szövetség képviselőjelöltje. És az, hogy én ma itt állhatok önök előtt a színpadon, mint hivatalosan képviselőjelölt, abban nagyon nagy köszönet jár az itteni MSZP-nek, ugyanis nagyon aktívan, kitartóan gyűjtöttek az orvidő járás ellenére is nagyon sok támogatói aláírást számomra, úgyhogy köszönet nekik, köszönet Futkainé Novák Mártának is. Igazából picit kettős érzések voltak bennem, hogy nőnapkor mennyire kell a politikával foglalkoznom. Egyáltalán egy választás előtt volt ez a kérdés, ami igazából felmerült bennem, hogy csináljunk ebből a kampány tisztességes dologja. Mert hogy az emberek sajnos kívülállóként azt fogják mondani, akik nincsenek itt most önök között, csak látni fogják esetleg egy fotón, hogy én itt szóltam néhány gondolatot, hogy ez megint csak valami politikai kampány lesz, és így próbálnak majd győzni, hogy népszerűbbek lenni. Viszont mégis azt mondom, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, ami 1857-ben New Yorkban történt, amikor 40 ezer textilipari dolgozó nő vonult az utcára és kezdett sztrájkba az egyenlő bérekért és az egyenjogúságért. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy tisztelet jár azoknak a nőknek, mert voltak bátrak és kimertek állni, és hogyha a magyar közéletet kellene ehhez hasonlítanom, akkor azt mondanám, hogy vannak a magyar közéletben is, már nagyon kevesen a polgármester úr is említette, olyan hölgyek, akik abszolút tiszteletre méltóak is elismerést érdemelnek. Kettőt hagyjam, hogy csak önöknek bizonyára mindenki ismeri őket, a Kunham Jármisre gondolok és Vadei Jármis személyére, ők két olyan hölgy, akik valóban megértették ezt a tiszteletet. Azt mondják, hogy a Nemzetközi Nőnapnak a létrehozói szerint ez a nap egy nagyon egyszerű, mégis történelmet alakító, és az egyenlő jogokért és lehetőségekért küzdő, vívó nőknek a napja. Én azt gondolom, hogy ez így is van, viszont Magyarországon talán kevésbé fordítunk erre figyelmet. Magyarországon talán inkább a kedvességről, a figyelemről, a nők iránti tiszteletről szól ma már ez a nap. És ahogy körbenézve, teremben látok nagyon sok ifjú hölgyet, illetve látok édesanyákat és nagyszülőket, akiké valóban minden tiszteletünk, hiszen mint férfiaknak önök a társuk, a házastársuk, a párjuk egy életen át, aztán önök azok, akik amikor családalapításra került sor, akkor édesanyává váltak, és önök azok, akik valószínűleg már boldog nagyszülők, vagy akár több unokás nagyszülők is. Minden tiszteletem az önöké. Az önöké a legkeményebb feladat, az önök munkája, ha lehet ezt mondani, a legnehezebb munkakör ebben a világban. Mert önök azok, akik egy ledolgozott nap után, vagy egy ledolgozott élet után, vagy amellett, otthon háziasszonyi szerepeket látnak el, és ahogy mondtam, akár egy betegség esetén is ott vannak a gyermek mellett, és az unokák mellett. Meg kell, hogy említsem a kórházi dolgozókat is, és azért emelem ki őket, mert a kórházban dolgozók személy szerint az én édesanyám ápolva nő. 20 évet dolgozott kórházban, és láttam azt az emberfeletti munkát, amit ő elvégez. Sajnos nagyon sokszor nem a megfelelő bérért, vagy nem azért a bérért, amit úgy gondolnánk, hogy elvárható lenne, és elfogadható lenne egy ápolónőnek, egy kórházi dolgozónak a számára, de ide sorolhatnám akár a pedagógusokat is, hiszen többségében ugye ők is hölgyek. Én azt gondolom, hogy sokkal több hölgyre lenne szükség az aktívan a közéletben, viszont azt is tudom, hogy manapság mindenki, nem csak a hölgyek, férfiak is egyaránt, meg vannak félemlítve ebben az országban, és így nagyon nehéz kiállni és szerepet vállalni a közéletben. Én mégis abban bízom, hogy a jövőben sokkal több hölgyet látható majd a politikában, aki kimer állni az egyenjogúságért, és kimer állni azért, hogy valóban egyenlő lehetőségek álljanak az ő rendelkezésére is. Minden tiszteletem a hölgyeké, és én, hogy ezt kifejezem, egy szál világot szeretném majd önöknek átnyújtani a rendezvény végén, kérem, hogy ezt fogadják majd el. És most pedig köszönöm a figyelmet, és egy társas nem tanultató a kedves erőkönöknek.